legutóbbi fordulóban Egerben hagyta a veretlenségét, azonban most hazai pályán a Ferencváros ifjúsági együttese ellen térhet vissza a győzelmi útra a női kézilabda csapatunk. Köszöntöm a hajdonállási televízió nézőit. Nehéz napokat él meg Molnár András és a gárda, hiszen az elmúlt egy hétben kétszer mérkőzött meg idegenben az Eszterházival, valamint a keret fiatal játékosainak egy részét egy első osztályú ifjúsági bajnoki mérkőzés is érintette. Hogy most a Ferencváros ellen mennyire jön ki a fokozott terhelés, adta nehézségek, arról kérdezem például Molnár Andrást a találkozó kezdés előtt, illetve természetesen a ferencvárosi trénert, Simi Csuditot is igyekszem megszólaltatni. Az előző fordulóban a bajnoki cím talán legnagyobb várományossághoz, az Egerhez utaztunk idegenbe. Honnan közelítsük meg ezt a mérkőzést? Onnan, hogy 3 góllal kaptunk ki, viszont például 5-7 méterest is elhibáztunk, ami sokat érhetett volna. Vagy nézzük ezt úgy, hogy egy ilyen csapat ellen is végig versenyképesek tudtunk lenni ezzel az újra alakuló fiatal csapattal? Nagyon jó a kérdés. Gyakorlatilag mindent magában foglal. Tehát egyrészt büszkék lehetünk rá, azt gondolom, hiszen senki nem tudott ilyen közel lenni hozzájuk, és ugye mi az ő otthonukban léptünk pályára. Másrészt viszont volt hiányérzetem, különösen az első félidőben. Azt tudtuk, hogy csak akkor lehetünk ott eredményesek, hogyha maximálisan mindent betartunk. Az első félidő nem úgy alakult, ahogyan én azt szerettem volna, és gyakorlatilag egy 4,5 perc alatt 8-7-ről 12-7-es vezetést tudtak szerezni a hazaiak, és mindent mozgósítottunk, tényleg minden energiánkat és elismerésem a csapaté, de sajnos nem tudtunk közel menni, és az a rövid 4,5 perces gól csend gyakorlatilag megpecsételte a sorsunkat. Az eredmény tisztességesnek mondható, de hát igazán ugye akkor tisztességes, hogyha győztesen hagyjuk el a pályát. Nagyon sajnáltam, mert éreztem a lányokba a heti munkába, hogy esetleg meglehetünk, és szerintem jó helyen is fogtuk meg azt a mérkőzést, de ez a két tényező, amit mondtam, sajnos ez olyan irányba indította el, hogy a hazai csapat ezen megérdemelten, tehát győzött le bennünket. Az elmúlt napok menetrendjéhez hozzátartozik ezen kívül ugye egy kupameccs is szintén az Eszterházi ellen, és hát a fiatal játékosok közül többeket érintett egy bajnoki mérkőzés is a Debrecen ellen az ifjúsági első osztályban. Ez a fokozott terhelés milyen hatással volt a keretre, mennyire írta át esetleg a felkészülést, az edzéstervet a hétre? Másképp készültünk, nyilván, hogy volt benne egy kupameccs. Értelemszerűen is tegnap ugye egy nagyon-nagyon fontos bajnoki mérkőzés vívtunk, amit nagyon nagy büszkeséggel mondhatunk, hogy meg is nyertünk a Debrecennel szembe, ugye akik még eddig veretlenek voltak, és például a Ferencvárosnál is döntetlen tudtak játszani. Nyilván más, de azért figyeltem arra, és ez így volt a bajnok, én a kupameccsen is, hogy forgattam a csapatot, tehát próbáltam frissen tartani, tudtuk, hogy csak akkor lehetnek esélyeink, hogyha folyamatosan nagy tempót diktálunk, az pedig csere nélkül azt gondolom, hogy borzasztóan nehéz, vagy gyakorlatilag lehetetlen a mai kézilabdával. De én azt gondolom, hogy jól dolgoztunk most is a héten koncentráltan, tegnap is még a mérkőzés után edzettünk egy órát. Én bízom benne, hogy bírják a lányok, szerintem olyan széles alapot raktunk le a nyári felkészülés folyamán, hogy kell, hogy tartson az erő a játékosaimba, és én bízom is bennük, bár sajnos a mai nap kevesebben vagyunk 3-mal is, tehát ez azért, tehát nem 16 ember tudok, csak 13-at tudtam benevezni, illetve 14-et, de sajnos a Porbigének olyan az sérülés, hogy nem tudja vállalni, a Rabinai Neznek szalagavatója van, és tegnap a Tarcsenge sajnos egy teljesen ártalmatlan szituációban, nem tudjuk, hogy milyen sérülés szenvedett, bízunk benne, hogy nem súlyosat, úgyhogy kevesebben vagyunk, de ettől függetlenül látom a tüzet a játékosokba, tehát én azt gondolom, hogy továbbra is jó úton vagyunk. Kevesebben vagyunk, viszont ezt a mérkőzést is talán két oldalról is megközelíthetjük. Egyfelől jött hozzánk egy nagyon fiatal csapat, akiknek olyan hadszintér lehet az NB1-B, ahol bizony megmutathatják azt, hogy alkalmasak lehetnek esetleg a későbbiekben arra is, hogy a Ferencváros nagy csapatában kézilabdázzanak. Ez egy szempont. Egy másik pedig az, hogy azért ebben a csapatban benne lehet az, hogy ugye gyakorlatilag ugyanezzel a kerettel érkeztek ide ifjúsági mérkőzésre augusztus végén. Mennyire jelenthet ez segítséget számunkra a felkészülésben, hogy ezeket a lányokat azért láttuk már kézilabdázni itt Hajdunánáson ebben a szezonban? Igen, azért szokott lenni benne változás egyébként. Nyilván megnéztük őket, két mérkőzésüket is elemeztünk.
Én nem gondolom, hogy ez könnyű mérkőzés, és ezt az eddigi eredményeik is mutatják azért, hogy itt egy masszív csapatról van szó, és hát tudjuk ugye, hogy a Ferencvárosnál azért nagyon kiemelt minőségű az utánpótlás képzés, tehát azért én azt gondolom, hogy ezek a játékosok lehet, hogy fiatalok, de azért megfelelőképpen képzettek, tehát azért a kedves kolléganőm azt gondolom nagyon jól dolgozik ezekkel a játékosokkal. Nem lesz egyszerű, de én nem látok más, ma csak a győzelmet, tehát én mondtam a lányoknak, nem baj, ha nem játszunk jól, de nyernünk kell, tehát gyakorlatilag ez a mottoja a mai mérkőzésnek. Az NB2-ből jutottak fel ide, az NB1-ben mennyire jelent ez ezeknek a fiatal játékosoknak változást, ez az osztályváltás? Mindenképpen nagy változás. Azt gondolom, hogy ez az osztály azért mind sebességben, mind taktikában, mind technikában messze az NB2 fölött van. Nagyon örültünk neki, hogy ide sikerült feljutnunk, de egy picit én nagyon félve indultam neki a szezonnak, hogy mire leszünk képesek ebbe a mezőnybe. A cél ugye nyilván az volt, hogy fejlődjenek a gyerekek, és azt láttam az első három mérkőzésből, hogy azért megállják egyelőre a helyüket, nem akarom elkiabálni, de mindenképpen a fejlődésünkre fog szolgálni. Vannak fiatal játékosok a hajdulánási csapatban, akik már ismerősek lehetnek, hiszen gyakorlatilag ugyanezzel a kerettel érkeztek ide augusztus végén ifjúsági bajnoki mérkőzésre. Mennyire jelentett az a mostanira felkészülésben kiindulási pontot? Mindenképpen kiindulási pont volt, hiszen én azt gondolom, hogy az egy nagyon jó kis masszív hajdunánási ifi csapat volt, és sokan az itt lévő felnőtt keretben is játszanak. Nyilván ismertük őket már a debreceni időszakukból, illetve aki máshonnan jött őt is. Azt gondolom talán inkább a játékot, hogy milyen játékokat játszanak, hasonló nyilván, mert ugyanaz a felkészülésük, de ez azért egy teljesen más mérkőzés lesz, mint az akkor volt. Nyilván itt ezek közül a lányok közül többen is kopogtatnak már a nagy csapat ajtaján, és az a hosszú távú cél, hogy ők ott is erősítést jelentsenek. Milyen célokat tűztek ki a szezon előtt? Mit várnak ezektől a lányoktól ebben az osztályban? Most ebben az évben mindenképp az a célunk, hogy ne essünk ki, tehát hogy legyen ebbe a bajnoki rendszerben még fejlődési lehetőségünk. Most nagyon fiatalok vagyunk, tehát nem számolgatom én itt az átlag életkor, de nekünk 2000-es születésű játékosunk sincs, tehát 2001-es és attól fiatalabb, és itt ebben a keretben 2004-es születésű kislány is van, és ahhoz, hogy ők majd később a felnőtt mezőnybe egyáltalán számba jöhessenek bármilyen csapatnál, ezt a tempót, ezt a fizikai megpróbáltatást meg kell, hogy lépjék. Most még ebben azért ők elég kis csikók, én azt gondolom, és hogyha sikerül bemaradnunk, akkor az elkövetkező években még nagyobb fejlődési lehetőség lesz. Hát a bennmaradás kiharcolásához már itt Hajdúnáláson is értékes lehet egy pontszerzés. Ehhez rendelkezésre áll minden játékos, vagy van esetleg sérült a keretben? Hát nagyon sok sérültünk van, én nem szeretnék nagyon ezzel most foglalkozni. A lányoknak is mindig azt próbálom mondani, hogy most ez a Fradi U19-es csapata, aki itt van, és nekik kell most a mai napon nyilván ezt a mérkőzést hozni. Vannak sérültjeink, nem komoly sérültek, de sajnos nem állnak rendelkezésünkre. Úgyhogy ilyenkor mindig a rosszban van valami, hogy aki addig nem kapott szerepet, annak most lesz lehetősége. Én azt kértem tőlük, hogy mindenképpen a mai napon hozzák ki a legjobbat magukból, ahogy az eddigi mérkőzéseken, és meglátjuk, mire lesz elég. Én azt gondolom, nem mi vagyunk ennek a mérkőzésnek ma az esélyesei, de azért szeretnénk egy jó mérkőzést játszani. Na, hajrá! Tartsuk kézbe végig, jó gyerekek! Mi irányítsunk, gyerünk! Kettő, három! Nálás! Ez jó! Egy gondolom, amire aztán egy csak találtak. A találkozó kezdése előtt ismerkedjünk meg a két csapat mai összeállításával. A vendégeknél 3-assal Baróti Bettina, 13-assal Solt Anna Tímea, 14-essel Marik Dalma, 15-össel Zsemberi Viktória, 21-essel Majoros Klaudia, 23-assal Bánfai Virág, 24-essel Ludwig Krisztina, 27-essel Háfra Luca, 34-essel Gém Léna, 38-assal Simon Petra Anna, 44-essel Györfi Dóra, 61-essel Csatlós Csenge Gyöngyvér, 72-essel Zsigmond Panna, 94-essel Kovalcsik Jászmin és 4-essel Ballai Anna bevethető, az edző Simics Judit. A mieinknél 1-essel Kis Bernadett, 3-assal Kilcs Tatjana, 4-essel Zihor Flóra, 14-essel Mihovics Ivanna, 19-essel Kelemen Gréta, 44-essel Somildikó, 50-essel Kemény Dóra, 68-assal Cserős Petra
99-essel Kozma Tünde, 33-assal Zelizi Fanni, 37-essel Kozma Krisztina, 87-essel Osvai Fanni, 8-assal Pór Brigitta és 13-assal Vámosi Panna a csapatban, természetesen a kispadon Molnár András foglal helyet. A mérkőzést az Ignéci Ivett, Kavalec Klaudia bírópáros vezeti majd. És egyébként az a minimális eltérés, amit említettem a két csapatban, az augusztus és a mostani mérkőzéshez képest, az például az, hogy Solt Anna Tímea, aki 13-assal játszik majd ezen a mérkőzésen, ugye nem volt ott akkor az augusztusi mérkőzésen, ahogyan Háfra Luca sem. A mostanra már a Ferencváros nagy csapatában és a magyar válogatottban is alapember Háfra Noémi húgáról van szó, itt majd a szélen láthatjuk a találkozón. És láthatjuk már, hogy elfoglalták a pozíciójukat a játékosok a pályán, a vendégek kezdik majd a mérkőzést, a mieink a Mihovics, Son. Szóval a mieink a Mihovics, Son, Kelemen, Osvai, Zelizi és Cserős mezőnyjátékos sorral indulnak, ugye védekezésben, és a kapuban pedig Kis Bernadett kezd. És amíg várunk arra, hogy elinduljon a találkozó, addig elmondom, hogy ugye nagyon hasonlóan teljesített az eddigi mérkőzéseken a két csapat, hiszen azonos pontszámmal állnak a tabellán, egymás mögött a mieink jelenleg a negyedikek, és a Ferencváros pedig az ötödik pozíciót foglalja el, ugyanúgy 4 ponttal, mint a mieink. Mindössze gól különbségben van eltérés a két csapat között, abban viszont nem is kevés, hiszen 19-el jobbak vagyunk, és akkor ebben a pillanatban indul útjára a labda. Nézzük az első vendégakciót. Kovalcsik. Bánfai. És az is szintén igaz erre a csapatra, amit ugye Simics Judit is említett. Bár a bajnoki keretben van nevezve 2000-es játékos a Ferencvárosnál, egyik találkozón sem lépett pályára a 2001-es születésűnél idősebb kézilabdázó. És ezúttal is nagyon fiatal ez a csapat, amellyel érkezett a Ferencváros, viszont itt pedig Molnár András szavaira kell, hogy visszautaljak. Afelől ne legyen kétségünk, hogy a minőség megvan ezekben a lányokban. Mihovics rontja el az első hajdunálási lehetőséget, és ebből azonnal fordulnak a népligetiek. És ez egy gyönyörű csel, Osvai mellől születik meg az első találat, Bánfai Virága szerzője, Osvai pedig a mérkőzés első sárgalapos figyelmeztetését kapja. Támadásban érkezik Kilcs Tatjana. Balmazújvárosról érkezett irányítónk, ugye? Aki egyébként ott volt a kezdősorban az Eger elleni bajnoki mérkőzésen is egy héttel ezelőtt, csak úgy, mint Somildikó. Som egyenlít. Kovalcsik teszi a szélre vonalról, születik meg a gól, Solt lépett be. Zelizi visszateszi Somnak, és már megszólal a síp szó, illetve a síp, mire eljutott a labda Osvaihoz. Somnak kell segítség, mutatja a játékvezető. És fájdalmas arccal viszik le a pályáról Somildikót, 2 perc sem telt el a mérkőzésből. Hát ez egyenlőre egyáltalán nem néz ki jól. Meglátjuk, hogy mi a helyzet ezzel a sérüléssel, reméljük, hogy nagy baj nincsen. Minden esetre egyáltalán nem volt biztató, ahogy elhagyta a pályát Somildikó. A helyét Vámosi Panna veszi át. Vámosi a legeredményesebb játékosunk volt Egerben a bajnoki találkozón. Azt is ő is azt emelte ki a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón, amit Molnár András is, hogy az első félidőben nem tudta azt a játékot mutatni a csapat, amit eltervezett, és az egy kicsit meg is pecsételte a sorsát. Ugye 8 gólt tudtunk csak szerezni
az első 30 percben azzal a 16-tal szemben, amit a másodikban, miközben belemenés miatt kerül hozzánk a játékszer. Kilcs. Cserős. Vámosi. Zelizi. Ebben a labdajáratásban volt lendület, viszont hiányzott a pontosság a végén. Kilcs és Vámosi nem értették meg egymást. Pedig megszületik a második vendéggól, és jön a második hajdonánosi sárgalap is, ezt Vámosi kapja. Ugye Osvai sárgult be eddig a mieinktől. A Ferencváros a nyitófordulóban a Gödöt győzte le 25-24-re, aztán Orosházán szűk vereséget szenvedett, miközben összejön az egyenlítés, és az előző fordulóban a Szeged ellen aratott hazai pályán egy gólos győzelmet, csak úgy, mint ugye a Göd ellen, ahogyan említettem, viszont azért annak a találkozónak a krónikájához hozzátartozik, hogy fél időben már 9-el vezetett a Ferencváros, egy picit a második fél időben kiengedtek ott hazai pályán. Zsemberi kap szabad dobást. Kovalcsik. Zsemberi. Kis hián sikerült Zihornak labdát szerezni, így viszont Háfra előtt a lehetőség. Értékesíti is. Újra előnyben a vendégcsapat. Vámosi. Nem sikerül betörni, összezártak előtte a ferencvárosiak. Kilcs. Zelizi, neki eddig nem volt lövése, most viszont jön egy tökéletes nyitásként. 5 perc után 3-3 az eredmény. Kovalcsik. Előszeretettel dobja a szélre Soltnak. Más kérdés, hogy egyenlőre ebből Kevin Zitzer tudott kidolgozni a Fradi. Zelizi, az jó bejátszás, Kelemen előtt a lehetőség, büntető. Érezni lehetett, hogy amennyiben nem születik gól, ebből az akcióból jön majd a 7 méteres. Klasszikus eset volt, Vámosi érkezik. És Vámosi Panna nagyon magabiztos. Zsigmond Pannával szemben, aki augusztusban U17-es Európa-bajnoki címet nyert. Ráadásul a Svédország elleni 28-24-re megnyert döntőben őt választották a legjobb játékosnak. Úgyhogy ő például azok közé a játékosok közé tartozik, akiknek fényes jövőt jósolnak a Ferencvárosnál. Éves. Mindössze Zsigmond Panna. Kelemen! Most csak szabad dobás a vége. Kilcs! Vámosi jó labdát kapott és gyönyörűen tör be. 5-3. Zsemberi kap sárgát. Ez az első vendég figyelmeztetés. Osvai állította meg Zsemberit.
Kovalcsik. Az nagy lövés, bizony. Kis tehetetlen a kapuban. Nagyon jól talált el Bánfai Virág. Vámosi. Zelizi. Cserős. Zsigmond véd. Bánfai. Háfra. Szépen játszottak össze. Újra döntetlen. Nincs megállás, már robognak a mieink. Már ameddig engedte őket a Ferencváros rendezetlensége. Mihovics, Zihor! Visszavesszük a vezetést. Zihor Flóra kap sárga lapot. Bánfai. Zsemberi. Osvajt figyelmezteti szóban a játékvezető. Bánfai indul el. Zsemberi. Kisé a labda. Zihor. Mihovics jön befelé, és történt közben egy szabálytalanság. Háfra értetlenkedik. Osvai került a földre, Háfra pedig megkapja a mérkőzés első két perces kiállítását. Mihovics, 7-5. Kovalcsik. Bánfai. Bánfai lő. Kis védése után ferencvárosi szabad dobás jöhet. Egy perc letelt a vendégember hátrányból. Solt. Újra szabad dobás lesz. Zsemberi. Ludwig. Most veszik el a játékvezetők. Egy ideje passzív volt már. És mivel nem lőttek a vendégek, már Kelemen fordulhat zicserben. És mellé pattintja. Marad a két gólos különbség. És ennek a támadásnak a végére valószínűleg ki is egészül a vendégcsapat. Zsemberi. Bánfai. Bepattan. Csak hozzáérni tudott bal kézzel kis Bernadett. És ahogyan azt sejteni lehetett, a hajdulánási akciót már azonos létszámban várhatják a ferencvárosiak. Zelizi. Jó. Illetve Vámosi volt az. A lepattanó Kilcsé. Mihovics.
A kapufa segítségével állítja vissza a két gólos különbséget. Az egyetlen játékos volt Mihovics, aki az Esterházy ellen mindkét találkozón a kezdősorban kapott helyet, azért variált bőven Molnár András, és forgatta a csapatot. A két kezdő hatosban már nem ilyen mezőnyjátékosokat illeti, Mihovics jelentette egyedül az állandóságot. Vámosi. Zelizi. Büntető. És újabb két perces kiállítást mutatnak a játékvezetők Háfrának. Háfra most talán még kevésbé érti a helyzetet, mint az előző szituációnál. Alig több mint 13 perc alatt összeszedett két ideiglenes kiállítást. Vámosi pedig a második büntetőjét is értékesíti. Ezzel 9-7-re vezetünk. Zsemberi. Bánfai. Kovalcsikot kereste volna középen. Zsemberi. Csak Bánfaival tudnak egyenlőre összejátszani, és a végén Zsemberi lő. És bár nem érezte az irányt Kis Bernadett, szerencséje volt, hiszen mellé ment a labda. Az indítása viszont tökéletes, csak úgy, mint Kelemen befejezése. Zsemberi. Az gyönyörű, Kovalcsik, Kis Bernadett! És indulhatunk ezután a bravúr után, Cserős. Zihor Mihovicsot választja, bent van. Gyönyörű volt a befejezés, de ne feledjük, hogy az egész ebből a fantasztikus Kis Bernadett védésből indult. Zsemberi. Rengeteget van játékban Zsemberi, de egyelőre nem igazán hagyjuk érvényesülni, ahogyan most Bánfait sem hagytuk. Ludwig, Kis. Valamire nagyon ráérzett. Mihovics. Kelemen, gyönyörű meglátás volt. 12-7, ez igen. Ezek most a mi perceink. Eltelik az első félidő fele, és 5 gólos fort sikerül kiharcolni. Az utóbbi percekben ráadásul igencsak látványos játékkal. Kelementől Bánfai kapott egyet. Szándékosság alig volt benne, de az arcában nyúlt Kelemen Bánfainak. Ővi az első hajdunánási 2 perces. Kovalcsik ront. Sietségre nincs sok ember hátrányban. Vezetünk támadást. Cserős. Vámosi.
Osvay is beavatkozik a játékba, Mihovics a végén. Zsigmond védlábbal. Még egy perc, az ember hátrányunkból hátra lévő idő. Nagy gólt ragaszt a rövidbe Zsemberi. 12-8. Rámosi. Cserőstől kapja vissza Mihovics. Tíz másodperc múlva egészülhetünk ki. Zelizilő! Nem is akárhogyan, 13-8. Számszerűen nem beszéltünk az elmúlt napok találkozóiról, amelyeket oly sokat emlegettünk már. Az Esterházy ellen 24-27-es vereséget szenvedtünk. Majd legalábbis ugye a bajnoki mérkőzésen, aztán a Magyar Kupában 6-tal kaptunk ki, 36-30 lett ott a végeredmény, ott kemény 7 gólt szerzett, Mihovics pedig 6-ot is. És aztán az ifjúsági első osztálybéli mérkőzésen, a DVSC ellen 32-31-re tudott diadalmaskodni a hajdunánási csapat. Az egy komoly skalp volt az utánpótlás együttesnek. Azt mondta egyébként az Esterházy elleni bajnoki után Debre Viktor, az EGRIEK edzője, hogy kiemelve a hajdunánási csapat jó játékát, hogy amennyiben így teljesít ez a csapat, akkor bizony szép eredmények elé nézhet, és bőven lehet jövője itt az NB1B-ben. Egyetértett egyébként ezzel ott a mérkőzés utáni sajtótájékoztató Molnár András is, aki bár hangot adott csalódottságának az első fél idővel kapcsolatban. Hozzátette, hogy mindenképpen dicséretes az, ahogyan a második fél időben játszott a csapat, és arra bőven lehet építeni. Cserős! Zelizi! Fölé trafál. Ő egy perc van még hátra Zihor kiállításából. Ezt a támadást még nyugodtan szövögetheti emberelőnyben a Fradi. Bánfai. Sikerül ember találni a középen. És belül védekezés miatt jár a büntető. Majoros kapta üresen. És az általa kiharcolt 7 méterest Zsemberi értékesítheti. És a felső lécet találja el Zsemberi Viktória, aztán Vámosival versenyeznek a labdáért, végül is a nevető harmadik Solt hozta el. Ez persze Zsemberi alig ha bánja. Még 15 másodpercig ember előnyben a vendégek. Zsemberi. Szépen csinálta Majoros. Úgy tűnt, hogy ez egy elveszett bejátszás, aztán valahogy mégis megoldotta a vendégbeálló. Cserős. Vámosi. Megmenti még Cserős Petra. Kilcs. Vámosi. Szabad dobás.
Erzsemberi és Baróti zártak össze, és Molnár András kér időt. Támadjuk őket állandóan, és azt beszéltük, hogy ide, a hármasokat tessék kivinni, és abból érkezzen ide a vámosz, és itt mehet az egy-egy. Meglátod, hogy mi történik, elindul kifel a Gréti innen, meglátjuk, hogy ezt, ha kiviszi, akkor direkt oda megtámadja, hogyha elsőlegesen ugye megpróbálnak váltani, akkor meg itt marad az egy-egynek. Arra figyeljünk itt a Beti, most ahogy mentik, a jobb kezes innen elindul a hármasi panna, ugye a jobb kézzel befele fog gyúrodni. Ha ad egy paszt a barátodnak és hátra jön, akkor számíthatsz több is. Tehát ebből, hogy innen jön, nem fog ön, hogy legyetek sűrű, jó? Legyen türelmetes a támadásba sokáig egyszerűen, mert ott van mindig a helyzet, jó? A megfutásoknál meg kell várni, hogy eljön ajászni, az ötösnél neked is. Adjál még egy paszt, tegnap ugye te nem gyakoroltad a barátodra, de elkezdi a szél, megkapod, még egyszer ad vissza és arra megyél. Jó? Amit lőttök, a visszahúzottba mindegyik. Csak elkezdtál, és az a külső az jó. Ha fölállunk, mehetnek a keresztek, 38 is mehet a Jászmin fel. Jó, elkezd. Nincs egy dolog. Kettő arra! Radi! A lerohanás meg, figyük el jobb. Nyolc és fél perccel a vége előtt 13-10-es hajdunállási vezetésről. Jön az első félidő hajrája. A labda Kelemen kezében. És nézzük, sikerül-e betalálni itt az időkérés utáni első akcióból. Vámosi. Mihovics. Gyönyörű az ejtés. És így megkaptuk a választ, sikerült betalálni. Kovalcsik. Nem jó a passz. Aztán végül is visszaszerzi Zsemberi. Bánfai. Bánfai messziről. Kellő erővel, kellő pontossággal. 14-11. Kilcs. Cserős. Vámosi. Kovalcsik állította meg. És cserélünk közben kapuban, amíg a mezőny játékosok szövegetik az akciót. Kis helyére érkezik Kozma. A kapuba. Kilcs, a 15. találatunk szerzője. Zsemberi. Bánfai. Háfra. Zsemberi. Kozma. Védéssel száll be. Az jó meglátás. Cserős és Kelemen összjátéka után 16-11-re módosul az eredmény. Majoros. 16-12.
Vámosi. Kilcs. Zelizi. Ellövi. És úgy tűnik, hogy megmentette Zsigmond Panna még mielőtt áthaladt volna a gólvonalon a labda. Kovalcsik, Kozma. Zihor. Mihovics. Zihor. Mihovics teszi tovább, szépen jut el Cserőshöz. 5 gól közte. Addig-addig tologattuk, hogy Cserős üresen maradt a bal szélen. Bánfai. Egy kis siva csúszik. És ebből elindulunk. Cserős. Fölé pattan. És így mondom, már ez is túljutott. Aztán sajnos a hálót nem zörgette meg. Bánfai. Ezúttal nem tudta az emberének adni. Szabad dobás. Bánfai. Ellövi messziről. Csak hozzáérni tud Kozma Tünde. Vámosi. Az gyönyörű lövés. 18-13. Kosvai a 2 perces. Ez pedig így azt jelenti, mivel másodpercre pontosan 2 perc van az első fél időből hátra, hogy ember hátrányban fogunk szünetre menni. Három passzunk maradt. Zelizi. Mind a két oldalon nyúlt a meze. Még 2 passz. Kilcs. Kilcs elindul. És bár a kaput nem találja el. Egy szabad dobást még kiharcolt. Vámosi! Nagyon kevésen múlt.
Zsemberi. Kovalcsik. Fölé dobja. Ha jól sáfárkodunk az idővel, akkor már nem lesz ideje a Ferencvárosnak támadást vezetni. 25 másodperc még. Az első fél idő végéig. Kilcs. Cserős. Még 7 másodperc. Zelizi. Lassan lőni kellene. 3 másodperc. El kell lőnie Vámosinak. Zsigmond védés így ér véget. Az első játékrész 18-13-as hajdunánási vezetés 30 perc játék után. Ez a legfontosabb, azt hiszem. Hát villantott azért valamit ez a ferencvárosi csapat abból, hogy miért is beszélnek úgy róla, mint olyan együttesről, amely sok tehetséget adhat a magyar kézilabdának, de legalábbis a Ferencváros nagy csapatának a jövőben. Viszont összességében azért mondhatjuk, hogy a stabilan védekező hajdunánási csapattal szemben azért komoly előnyt nem tudtak kidolgozni, sőt, mi több, nagyjából 10 percig tudtak fej-fej mellett haladni a csapatok. Aztán elléptek a miénk, volt egy nagyon jó periódusunk, amikor kialakítottuk ezt az 5 gólos fort, amit sikerült is őrizni. Így mennek tehát fél időre a csapatok, meglátjuk, hogy mit hoz a második játékrész. Természetesen azt is mutatjuk, néhány perc és jövünk vissza. Meseautó, Nicsak kilakik itt, Timi Tangó, a Szabin nők elrablása és a lovagias ügy, 5 fergeteges vígjáték hajdunánáson. A főbb szerepekben Beleznai Endre, Gesztesi Károly, Koltai Róbert, Vándor Éva. Bérletek kaphatók a Kéki Lajos Városi Művelődési Központban. Védekezésünket végig úgy tartani, ne úgy kezdeni, mint az első félidőben, hogy 12 percnél már 7 vagy 8 kapott gólnál jártunk. Jó, kezdjünk jó védelemmel. Gyerünk, gyerekek! Petárok! Hajrá! 5 gólos hajdunánási vezetésről jön a folytatás. 18-13 a számszerű eredmény a hazai csapat javára 30 perc játék után, és a második félidőt majd Molnár András együttese kezdheti. Ahogy nézem a visszaérkező játékosokat, ez nagyjából ugyanaz a csapat, amely befejezte az első fél időt. A bal szélen Kozma Krisztinával, a kapuban Kozma Tündével, aki ugye az első fél idő hajrájára állt be. Ott van a csapatban továbbra is Kelemen, Kilcs, Vámos és Mihovics is, akinek főleg az első fél idő elején jöttek össze a dolgok támadásban. Éppen Mihovicsnál a labda. Az jó bejátszás, Kelemen! 20 másodperc után megszületik az első hajdunánási gól a második játék részben. 19-13 ezzel az eredmény. A vendégeknél sincs komolyabb változás az első játékrész befejező csapathoz képest. Ott van a bal szélen továbbra is Háfra utca, ugye, akinek nagyon kell vigyáznia a második fél időben, hiszen gyorsan összeszedett 2-2 perces kiállítást még a találkozó elején. És most kis hián összejött egy lerohanás gól. Az utolsó passzba csúszott hiba. Háfra. Zsemberi. Háfra most behúzódik középre. Végül is nem kapja a labdát, mert Zsemberi gólt szerez. Vámosi. Majros mellett kerül a földre. Mutatja a játékvezető Vámosinak, hogy álljon fel. Azért durva szabálytalanság nem történt. Yeah.
Kilcs. Az Elizitől kapja vissza, majd Kozma aztán. Jó az emelés. Nem tudott Csatós mit kezdeni ezzel az ejtéssel. Ahogyan Kozma sem tud Zsemberi lövésével. A gyors gólváltás után 20-15 az eredmény. Nem jó Zelizi bejátszása, Osvait kereste. Bánfai lábára pattant a labda. Nem sikerül betörni. Simics Judit azt mondta a szezon kezdet előtt, hogy a legerősebb összeállításukban valószínűleg nem jelentene gondot a bennmaradás. Viszont hogyha az első osztályban is szereplő lányok nem tudnak játszani, akkor mögöttük már bizony azok a fiatalok következnek, akik bár nagyon tehetségesek, de még szokniuk kell ezt a szintet. És hozzátette még, hogy az idősebb, ifikorú játékosoknak az ifjúsági bajnokság csak ritkán jelent kihívást, viszont a velük együtt készülő serlőknek talán még ez a megfelelő. Ugye az NB1-es keretéhez tartozik a Ferencvárosnak például Tóth Nikolett, aki nevezve van ugyanebbe a bajnokságba is, de az NB1-be, de egyáltalán nem játszott még, Bánfai Kira hasonló helyzetben van, Háfra Luca is ott van a Ferencváros NB1-es keretében, őt ugye például a mai meccsen is látjuk, és hát itt van a keretben egyébként Györfi Dóra is, de a balmazújvárosi nevelésű játékost alig ha látjuk ma a pályán, hiszen bár még egyszer mondom, ott van a kispadon, nem öltözött meccsfelszerelésbe, úgyhogy valószínűleg rá is vonatkozik az az állítás, amit a sérültekről mondott Simics Judit. Valamiféle problémával ő is küzdködhet. Attól függetlenül, hogy a csapattal tartott. Zelizi. Kilcs. Itt láthattuk igazán, mekkora előnyt jelenthet az ő gyors lába, mármint Kilcs Tatjánáé. Olykor-olykor támadásban. Zsebkendőnyi helyen verte meg testest ellen. Egy az egyben az emberét. Nézzük Vámosi büntetőjét. De akad. Csak hozzáérni tudott Csatlós. Zelizi, Ludwig nem találja a labdát, Majoros igen. És hamar újra gazdát cserél a játékszer. Most a miénk is és a vendégek is elszalasztottak egy jó lehetőséget arra, hogy könnyű gólt szerezzenek. Így most támadhatunk felállt fel ellen, méghozzá palát lövőben, Kemény Dórával. Kemény! Nagy lövés!
aztán Kelemennek nem sikerül megszelídítenie a kipattanót. Zsemberi Kozma tolja a felső létre. Mihovics. Kemény. Vámosi. Csatlósvéd. Marik. Marik ballal. Visszahúzta a rövidbe. 21-17. Szép játék. Kelemen a gólszerző. Zsemberi. Kovalcsik. Az Elizi volt ott mellett, és végül is ő akadályozta meg, hogy ne legyen nagy baj. Lövése ezúttal csak sarokdobást ér a vendégeknek. Bánfai. Zsemberi. Szabad dobás. Bánfai mellélő. Kozma pedig megpróbál indítani, ezt Kovalcsik leszedi. Zsemberi. Ha egy picit gyorsabban reagált, talán Soltot megjátszotta volna középen. Nekünk minden esetre így volt a jobb. Zsemberi. Kozma lábbal. Zelizi. Kozma Krisztina bedobja. 23-17. Tíz perc telt el a második félidőből. Bánfai került a földre. Jó a sánc. Kemény. Kilcs jön középre. Mihovics. Kemény, most indul a mozgás, Vámosi középen. Kemény. Alig, hanem Mihovics lett volna az utolsó passz célpontja. Kelemen! 24-17. Simics Judit kér időt. Azt már a tök nyilván oxigénnel megy, ami
Amit megbeszéltünk, azt ne felejtsd. Tehát a picire még egy lépést sem is. Gyertek és lépésfélre, a két lépésfélre. Várok a csapatot, megteszünk mindig, hogy nem kell egy lépéset, amiről beszélünk. Valaki rá. A jobb kezes jobbát ülő jön befele, lépjél be a Jászmin felé, jósulom a Jászmin tudom arra. Neked nem kell egy lépéset tenni felé, fölfele, magba pillanatban nyomja. Minden ez. Itt pedig, ha érkezik befele, ide sáncolunk, és ide érkezünk, ide védünk. Világos? Nincs másik választás. Ide, jó? Ide, ez a tiéd. Jön ide a húzottra a balkezes kislánnyal szembe. Ha szerzett labda, próbáld a direkt indítást, de csak akkor, hogyha tiszta játék lehetőség, nem akkor őt keresd. Senki más, a Vamos keresd, aki játszott labdával. Az Ivana álljon le a sarokba a Vamosnak, hogyha labdát szerzünk, jó mindig? Vigyen itt bátran labdavezetéssel, jöjjön ide, beállós, itt csinál, amit beszéltünk, itt az egy-egy, és oda mehet a megoldás. Jó? Hé, most ha tudsz még egyet előre lépni, akkor talán már közel vagyunk. Gyerünk, gyertárom, Ferenc, vagy. Türelemre hívta fel Simics Judit a játékosai figyelmét arra, hogy nem kell kapkodniuk támadásban. Az is tökéletes, hogyha szépen lassan egyessével csökkentik a különbséget. Nincs egyenlőre hova sietniük. Lánfai. Zsemberi. Lánfai betalál. Kemény. Az jó átlövés. 25-18, újra 7 közte. Marik, Kozma. Bánfai. Kovácsik mellélő, a síp néma marad. Fordulhatunk. Vámosi gyorsít a védelemre, megtalálja Kelement. Sokat szor volt megjátszható a mérkőzésen Kelemen Gréta, szerencsére ezt az esetek többségében észre is vettük. Jó meccse van Kelemen Grétának. Bánfai. Nem talál kaput. Vámosi. Újra gyorsíthat Vámosi. Nagy labda a szélre. Kozma! Még az sem zavarta meg, hogy éppen előtte próbált feltápászkodni Solt. Így sikerül 9-re növelni az előnyünket. Óriási gól, Zsemberi.
Mozdulni sem tudott rá Kozma Tünde. És eltelt közben a második félidő fele. Kilcs! Nem volt elég pontos a lövés. Baróti. Zsemberi megy fel. Ezt fölé üti Kozma Tünde. Zsemberi előszeretettel próbálkozik, azért ezt mindenképpen megjegyezhetjük most már így lassan 46 perc játék után. Az gyönyörű, keménytől kapta Kozma Krisztina. 28-19. Kinek adhatja? Vámosié az indítás. És Vámosié a gól is. 29-19. Először 10 közte. És ez most már így akkora különbség, hogy 13 perccel a vége előtt, ami után nagyon nagyot kellene újulnia a Fradinak, hogy még szorossá tudja tenni a végét. Kemény. Kilcs. Zihor és Kemény közé jött a labda. Zihor. Mihovics. Kemény. Lőnie kell, meg is teszi. Szabad dobás. Két passzunk maradt, alig hanem újra Kemény fog majd lőni. Így is van, megpattan. Sarokdobás. Nem így akarta Mihovics, viszont majdnem így lett jó, közben már sípol a játékvezető. Hamar visszakerül hozzánk a játékszer. Hosvai. Kemény. Zihor. Bepattan a kapufáról. Zihor egyéni akcióját követően 30-20 az eredmény. Mint 21, Marika gólszerző. Jó, azért olykor ezekkel az átlövésekkel, távoli próbálkozásokkal hozzá tud tenni Ferencváros eredményességéhez a második félidőben. Zihor. Kilcs. Középre ment a lövés, különösebb gondot nem okozott csatlósnak.
Zsemberi. Van indítható ember, bizony, meg is találják Gémet középen. Beléptünk az utolsó 10 percbe. Zihor. Mihovics. Bent van. Az pedig 7 méteres. Rövid megbeszélés után végül is Zsemberi kisétál. A 9-esen belülről és Háfra kapja a labdát, és ezzel együtt a lehetőséget a gólszerzésre. Megtáncoltatja Kozmát, és aztán bevágja. A következő fordulóban papíron egyértelműen a mieinknek lesz nehezebb dolga. Október 19-én a Pénzügyőrhöz látogatunk. Ahhoz a Pénzügyőrhöz, amely 4 mérkőzés után 7 pontos. A Kispest ellen döntetlennel kezdett, aztán viszont a Gödöt, a Szegedet és az Orosházát is le tudta győzni. Kemény, óriási gólt lő. Talán ez még alulról a lécet is súrolta. Áfra lövését Kozma véri a túloldalon. Visszatérve az előbb megkezdett gondolatmenethez, a Ferencváros pedig a tempót fogadja hazai pályán. A tempó egyelőre 0 pontos, 3-ból 3 mérkőzést veszített. Mínusz 27-es gólkülönbséggel sereghajtók a fővárosiak, és ami talán kisebb meglepetés azért, hogy a tavaly parádésan szereplő Göd is ott kullog a mezőny végén. 3 meccs után szintén 3 vereséggel, 0 ponttal 11. a Göd. Közben Kemény jön a mieink javára ítélt büntetőhöz. És Kemény is jól szállt be a második félidőben. Nézzük tehát Kemény Dóra 7 méteresét, vele szemben Zsigmond Panna. Bevágja Kemény. És azt se felejtsük el, hogy game 2 percese miatt ember előnyben vagyunk. Zelizi. Zihor. Mihovics. Kozma jön befelé. Mehet tovább. Most majd nem tudott kapura fordulni, Baróti. Simon. Nincs labdaszerzés, lesz viszont szabad dobás. Zsemberi. Simon. Megpróbálta egyedül. Kevés sikerrel. Marik. Marik lő. Ez is nagyon pontos. Nem az első ilyen lövése. Még 10 másodperc az ember előnyünkből. Zihor. Szabad dobás.
Mihovics. 34-24. Gyorsan érkezik rá a válasz. Az esetleges győzelemmel egyébként felzárkózunk egy pontra a jelenlegi listavezető Pénzügyőr mögé, aztán, hogy a forduló után is maradunk-e a dobogón, az azon múlik, hogy mit tetszik az Eszterházi és a Kispest. Azért az óriási meglepetés lenne, ha például az Eszterházi nem szerezne két pontot, hiszen a Tempó otthonába látogat. Már hogyha a jelenlegi formákat nézzük, akkor a Kispest pontvesztése is meglepetés lenne, hiszen ők pedig az előbb emlegetett köthöz mennek vendégségbe. Kemény közben bevágja a második büntetőjét is. Újra 10 gólra növelve a különbséget a két csapat között. Zihor. Mihovics Osvait kereste. Fordulhat Baróti. És még itt 4 perccel a vége előtt Simics Judit kér időt újra. Ezt a másik oldalra, akkor meg itt marad a Mocsvaitban, és oda meg lehet játszani, vagy az egy-egyeket meg kell nyerni, vagy a szélsőt helyzetbe kell hozni. Ami belefér, ezt toljuk meg gyerekek nekik. Gyerünk! Petárom, Nánás! Fölé. És látjuk azt azért, hogy itt a mérkőzés végére szinte mindenkinek bizalmat szavaz Simics Judit. Például a most labdát birtokló Simon 2004-es születésű játékos novemberben fogja majd a 15. életévét tölteni. És azért akárhogy is nézzük, ennyire fiatalon ezek nagyon ritka és értékes tapasztalatok lehetnek ezeknek a játékosoknak is, és nyilván itt 10 gólos, illetve most már 9 gólos hajdonállási előnynél érzi Simics Judit is, hogy ez bele is fér. Hiszen a pontszerzés tekintetében keresni valója ezen a mérkőzésen már nincs a vendégcsapatnak. Kilcs passza volt pontatlan. Baróti. Ez
Simon. Simon próbálja meg. Kozma véd. Szabad dobás. Ott van a kipattanó Majoros előtt. Marik lövését még védeni tudta Kozma, aztán az ismétléssel szemben már tehetetlen. Még másfél perc a lefújásig. Osvai bepattan. Baróti. Simontól kapja vissza. Baróti lő, bepattan. 36-28. Mihovics. Kilcs, az igen! A pont az íre. Fél perccel a vége előtt. Egy kis közönség szórakoztatás is belefér itt a végén. És könnyen lehet, hogy nem is lesz már újabb akciónk. Így meg főleg. Most taps kíséretében fog befejeződni ez a mérkőzés, még úgy is, hogy azért Simon szerez egy gólt itt a végén. 5 másodperc a végéig. Zsigmond üti ki Kelemen lövését. Ez a vége. 37-29-es, 8 gólos győzelmet arat hazai pályán a hajdonállási csapat. És az első fél idő után sikerült növelni az előnyünket. És úgy vághattunk már neki itt a találkozó utolsó 10 percének, hogy tulajdonképpen már csak a számszerű eredmény volt kérdéses. Profin lehoztuk ezt a találkozót. Ez egyébként nagyon lelkesen és szimpatikusan küzdő ferencvárosi csapat ellen. És így várhatjuk a jövő heti pénzügyőrelni találkozót, de még mielőtt arra rátérünk, azért természetesen jövünk hamarosan az edzői értékelésekkel, és a mérkőzés legjobb játékosát is megszólaltatjuk. A mérkőzés legjobb játékosa részére a pezsgőt a Molnár Élelmiszer Kft. Biztosította. A mérkőzés legjobb hazai játékosa részére az ajándékutalványt a Kis Hellász ételbár ajánlotta fel. Kelemen Grétával beszélgetünk a mérkőzés után, a mérkőzés legjobb játékosával. Neki nyújtom át az ajándékutalványokat és a pezsgőt, gratulálok a teljesítményedhez. Hát kezdjük talán, hogy nagyon kijött neked most a lépés itt beállóban, többször is megtaláltak a társak. Mennyire élvezted ezt a mai meccset, hogy értékeled a saját teljesítményedet? Hát nagyon örülök, hogy ilyen sok passz kaptam a lányoktól, és örülök, hogy legtöbbet gólra is válthattam. Hát egy nagyon jó ugramú mérkőzésen tudtunk nyerni. Úgy gondolom, hogy nagyon értékes most ez a két pont, hiszen az előző meccseken, vagyis meccsen Eger ellen sajnos vereséget szenvedtünk. De úgy gondolom, hogy újra jó ugramú meccset játszottunk, és nagyon örülünk a két pontnak. Igen, és ráadásul fiatal csapat most ez a miénk, és neked is egy olyan posztriválisod van Osvai Fanni személyében, akivel azért úgy tűnik, hogy jól megértitek egymást a pályán, mind védekezésben, támadásban, akármelyikötök is kap lehetőséget, úgy tűnik, hogy jól kijöttök azért, és jól meg tudtok osztozni ezen a poszton, így van ez? Így van, mind pályán kívül is nagyon jó kapcsolatban vagyunk a Fannival, sokat beszélünk, és úgy gondolom, hogy ez egyre jobb a védekezés is, hatos falba ugye ketten vagyunk középen, nagyon sokat beszélünk, és próbálunk mindig a legjobbat nyújtani. És mennyire adhat az önbizalmat, hogy így 4 mérkőzés után 6 pontosak vagyunk, mindössze ez az Eger elleni vereség az, ami egy picit csúnyábbá teszi az összképet, de hát ez így is nagyon szép. Ezt vártátok, vagy erre számítottatok? Hát mindenképp nagyon fontosak voltak ezek a győzelmek, és ezek után is nagyon-nagyon nehéz meccsek lesznek, úgyhogy mindenképp ez önbizalmat kell, hogy adjon a csapatnak.
valamint most ugye majd a Kecskemét jön, aztán utazunk mi is a Pénzügyőrhöz. Hát nagyon nehéz meccsek várnak ránk, de úgy gondolom, hogy mindenképp ez jó tett az önbizalmunknak. Nagyon lendületesen kezdték a találkozót, jó iramot diktáltak, viszont az első és a második félidőben is többször hiányolt a türelmességet a csapatától, kapkodást vélt néha felfedezni. Ez lehetett az oka annak, hogy összességében a végére magabiztossá tudta tenni a győzelmét a Hajdúlánás? Igen, mindenképpen azt gondolom, amíg volt megfelelő oxigén a fejbe, és tudtak a lányok gondolkodni, én azt gondolom, hogy addig nagyon jó tempót is mentek, nagyon jól szépen megcsinálták azt, amit kértem tőlük, és azért az edzőnek mindig nagy öröm, hogyha visszakapja, amit kér, és amint fáradni kezdtek, főként ugye a meghatározóbb embereink a mai napon, akkor az látszott, hogy a gondolatok azért nem úgy működtek, ahogy kellett volna, és akkor próbáltam őket arra biztatni és buzdítani, hogy inkább hosszabb lefolyású támadásokat folytassunk, ne akarjunk gyorsan befejezni, és ne kapkodjunk. Tehát és mindenképpen arra törekedtünk, hogy bármennyi is az eredmény, mindig jöjjünk közelebb hozzájuk. Igen, és azért a végére mind a két csapatban szinte mindenki lehetőséget kapott, aki nevezve volt erre a találkozóra, például a Ferencvárosnál is. Az utolsó percekben már az a Simon irányított, aki még csak a jövő hónapban lesz majd 15 éves. Így van, nagyon megdicsértem őt, mert nagyon bátran játszott. Ugye 2004-es születésű kislány is volt a pályán a második félidőben, és az alatt a 10 perc alatt nagyon bátran játszott, és őnek is egy nagyon nagy erénye, hogy megcsinálja, amit kérek. És odament, és bátran megcsinálta, és sikerült, úgyhogy örültem neki. Vannak már esetleg most olyan tanulságok így néhány perccel lefújás után, amik szolgálhatják majd a jövőbeli sikeresebb szereplést? Én szerintem talán erről most beszéltünk. Bizonyos taktikai részek vannak, amiben ugye nyilván fejlődni kell, de ebbe a fiatal kor ellenére, a kor számlájára írom én ezt, amikor nagyon nehezen tudnak ugye alkalmazkodni a pályán való akár egy játékos cseréhez, tehát például előtte van egy cselező kisebb játékos, utána jön egy nagy darab lövőtermet, akire másképpen kell reagálni. Ezt még mi most viszonylag lassabban tudjuk lereagálni, nyilván nekem mondanom kell, közben kapunk már két gólt belőle, tehát hogyha ezekbe fogunk érni, akkor én azt gondolom, hogy jobbak leszünk nyilván, és erre szolgál nekünk, amit a mérkőzés elején mondtam, hogy ilyen mérkőzéseken lehet fejlődni, mert itt jön elő az, hogy mi hiányzik még, és hogy kell azt kijavítani. A legfontosabb, amit kívántál a mérkőzés előtt, az meglett, meg tudtuk nyerni ezt a találkozót, ráadásul magabiztos különbségek, kisebb hullámvölgyekkel közte, de ami a lényeges, hogy megvan újra a két pont. Igen, hát nehezen indult, ugye nagy tempót ment a Ferencváros, de ugye látva őket én gondoltam, hogy ez nem fog végtartani, mert nem megbánt sok a fiatal köztük, és tudtam, hogy annyi minőségi játékost a kolléganőm nem fog tudni a pályára küldeni, mint akikkel kezdett, és ugye az visszább is jött ez a tempó, és utána azt gondolom, hogy miután stabilabb lett a védelmünk, azt gondolom, hogy onnantól kezdve az első félidő második felétől már egy markánsabb különbség kezdett kialakulni, ami ugyanúgy a második félidőben hasonló volt, hogy az elején szoros, és aztán kinyílt az olló. Én azt gondolom, ilyenkor egy edző örül, azt mondtam a lányoknak, hogy igazi csapatként ma mindenki hozzátette a sajátját ehhez a győzelemhez, úgyhogy én most tényleg csak gratulálni tudok. Valóban mondtad, hogy voltak hullámvölgyek, lőttünk 37 gólt, mindegyik az ellenfején, azt gondolom az azért önmagáért beszél, úgyhogy ennek én nagyon-nagyon örülök. Mindenki pályára tud, mindenki hozzátett, tehát én azt gondolom, hogy sikerült úgy forgatni a csapatot, hogy mindenki tényleg kreatívan tudjon beszállni a játékba, és ez gyakorlatilag így is volt, úgyhogy örülünk, hogy itthon tudtuk tartani a két pontot. Történt viszont a mérkőzés elején valami, amellett nem nagyon mehetünk el szó nélkül. Somildi hamar fájdalmas arccal terült a földre. Lehet-e már valamit tudni róla? Mi történt ott? Mi a baj? Hát nem tudjuk. Kicsit megijedtem én is, ugye a harmadik lesz, és ugye tavaly is nagyon jól indult az évünk, és mindenféle apróság közbeszólt. Ez olyan, mint például ugye Vámosi Panna, aki szenzációsan jó paszban van most. Jövő héten nem most kapta meg, épp akkor fog nyelvvizsgázni pontosan, amikor a mérkőzésünk van. Tehát most ez nekem már megint kezd ilyen gyanús lenni. Ugye a Portbrigi sérült, a Csengét ugye tegnap veszítettük, reméljük, hogy nem bízunk benne. És ugye most a cucu, tehát azért ez már kicsit sok ennek a csapatnak. Én azt gondolom, hogy ezt nehéz ezt elviselni, bízom benne, hogy azért a cucu és a brigi hamarabb vissza tud jönni, mert azért szép lassacskán én azt gondolom sikerült ezt a legót összerakni, és azért mindenkinek meg lett a helye ebbe a csapatba, én azt gondolom sikerült egy olyan stílust kialakítanunk, amiben mind a 16 játékosnak megtaláltam a megfelelő szerepét.
Nagyon jó lenne, hogyha ezek a játékosok minél hamarabb vissza tudnának jönni, mert lesznek még nagyon nagy tempójú mérkőzések, ahol azt gondolom, hogy, azzal tudunk esetleg győzni, hogy sok egyforma képességű játékost tudunk pályára küldeni. Úgyhogy a bizakodás beszél belőlem, nyilván annak is kell meg az optimizmus, úgyhogy remélem ők minél hamarabb visszajönnek, és teljes csapattal tudunk a következő mérkőzéseken pályára lépni. A következő mérkőzésen ugye megyünk a Pénzügyőrhöz, aki 4 mérkőzés után 7 ponttal áll, azaz 1-jel előttünk, úgyhogy ott akár az is lehet a tét, hogy meg tudjuk-e őket előzni. Mennyire nehezíti az a felkészülést, hogy ők egy szezont eltöltöttek nyugaton és úgy kerültek vissza ide keletre, tehát gyakorlatilag egy évig nem tudtuk őket testközelből figyelni. Hát megpróbálom őket föltérképezni, ugye hát ők még veretlenek, és azért olyan skampokkal, hogy nyerni tudtak Szegeden, tehát azért megverték az Orosházát, tehát azért ez nem lesz egy egyszerű feladat. A panna nélkül nehéz lesz, azt gondolom, de tartom én most olyan erősnek ezt a csapatot, hogy tudjon úgy koncentrálni 60 percen keresztül. Nyilván, hogyha ki tudok találni olyan stratégiát, ami eredményes lehet, hogy nyerni is tudunk, nyilván ő nagyon fog hiányozni, ez kétségtelen, de ilyen a sors, nem tettünk róla, bízunk benne, hogy hozzá eredményes lesz a nyelvvizsgája. Nyilván ez nagyon fontos a mostani fiatalok életében, úgyhogy megpróbálunk nyilván a lehető legjobban felkészülni, lesz 5 edzésünk, és nagyon jó lenne jövő héten is azt mondani, hogy egyetlen egy vereséggel állunk a tabellán. A mérkőzés elejé 10 perces adokkapok után egyre nagyobb különbségre tudott szert tenni a Hajdon ellenesi csapat. Ennek félidőre 5 gólos, a mérkőzés végére 8 gólos különbség lett az eredménye. Így tehát magabiztosan gyűjtöttük be a 2 pontot, és 4 mérkőzés után 3 győzelemmel állunk. Bízunk benne, hogy ez a jó sorozat folytatódik a jövő héten a Pénzügyőr ellen is.